fejlesztések az iskolákban. 315 millió forintot költöttek a nyíregyházi tankerületi központ intézményeinek beruházásaira. Megújult intézmény 60 millió forintból korszerűsítették a Szabolcsi Árpád fejedelem óvodát. Felfüggesztett börtönbüntetés az édesanyát gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétsége miatt ítélték el. Több mint 300 millió forintból fejlesztette az előző tanévben a nyíregyházi tankerületi központ a megyeszékhely több oktatási intézményét. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A fenntartó kiemelt célja volt, hogy a tanulók 21. századi körülmények között töltsék a mindennapjaikat. Az intézmények kívülről és belülről is megújultak, illetve a sport lehetőségek bővítése is nagy hangsúlyt kapott. 315 millió forintból újultak meg a nyíregyházi tankerületi központ által fenntartott oktatási intézmények az elmúlt tanévben. A központ sajtótájékoztatóján elhangzott, egy iskola belső tartalmi munkáján túl kiemelten fontos, hogy az intézmény felszerelt legyen, és megfelelő körülményeket tudjon biztosítani a diákok számára. A felújítások és az eszközbeszerzések tulajdonképpen egész évben folyamatosak voltak. 2019 első fél évében 315 millió forint értékben tudtunk a város intézményeire saját forrást biztosítani. Mindezekkel a fenntartó nyíregyházi tankerületi központnak az volt a célja, hogy diákjaink modern, esztétikus, 21. századi körülmények között tanulhassanak, és ezek az infrastruktúrális fejlesztések gyakorlatilag a magas szintű oktatás szolgálatában álljanak. A beruházás többek között kiterjedt az iskolák külső és belső falburkolatainak felújítására, a nyílászárók cseréjére, a fűtőberendezések korszerűsítésére, valamint klímaberendezések telepítésére. Kiemelten fontos volt továbbá a diákok sport lehetőségeinek bővítése is. Nagyon komoly munkálatok voltak itt a nyár folyamán. Az udvarunkon egy új térburkolatos részlet kialakítva, és egy modern burkolattal ellátott kosárlabdapályát építettek meg, illetve a mai nap folyamán már át is tudjuk venni azt a műfűves pályát, amit szintén a nyáron készítettek el a tanulóink számára. Azt gondolom, mint sportos iskola, ez nekünk nagyon fontos, hogy a sportlétesítményeink bővülnek és szépülnek. Itt bent az épületbe is megújultunk, beépített szekrények cseréjére került sor, így minden tanulónk most már biztonságosan, nyugodtan el tudja helyezni majd a kabátját, sportfelszerelését, egyéb iskolai dolgait, és a tantermekben nem kell ezzel nekik majd foglalkozniuk. A sajtótájékoztatón Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc azt emelte ki, az önkormányzat és a tankerület szoros együttműködésének köszönhetően jöttek létre a beruházások, és az új tanévben is jelentős fejlesztésekre van kilátás. 100 millió eurós befektetést tervez a nyíregyházi hűtőgép gyárában az Electrolux Group. A Szabolcsi megyeszékhelyen működő egységben a felső kategóriás termékportfólió versenyképességének növelése és a fenntartható profitorientált termelés biztosítása a cél. Ezzel egy időben a porszívógyártást és a szabadon álló hűtőgépek gyártásának jelentős részét Jászberényből külső partnerekhez szervezik át, derül ki az Electrolux Group keddi bejelentés. 60 millió forintból korszerűsítették a Szabolcsi Árpád fejedelem óvodát, ezt a terület és településfejlesztési operatív program forrása biztosította. Magyarországon a 3 éves kor fölötti gyerekek 96%-a jár óvodába. A kormány ezért nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kisebb településeken is biztosított legyen a korszerű óvodai ellátás. Játékos mondókával köszönték meg a szabolcsi gyerekek a megújult óvodát az ünnepi műsor keretein belül. Ezzel a település lakóinak régi vágya teljesült, hiszen hosszú évekig semmilyen fejlesztés nem volt Szabolcsban. Az elmúlt 3 évben azonban a toppos forrásoknak köszönhetően elindultak a fejlesztések. Idén májusban kezdődött az óvoda épületének modernizálása építészeti és energetikai korszerűsítési források felhasználásával.
Erre a beruházásra 60 millió forint forrás állt rendelkezésünkre. Azt gondolom, hogy 21. századi elvárásoknak megfelelő az intézmény épülete. Jelenleg egy csoport fogadására alkalmas, ez azt jelenti, hogy 20-25 főig bővíthető a csoport. Két óvónővel működik a rendszer plusz Tajkával. Úgyhogy azt gondolom, hogy az előző állapotokhoz képest ez egy óriási előrelépés. Nem csak a szabolcsiaknak, hanem a környező településeken élőknek is, hiszen a térség más községeiből is járnak gyerekek az Árpád fejedelem óvodába. Szabolcson közel 400-an laknak, és mégis van egy óvodai csoport, mégis megújult az óvoda, mert szeretnénk a gyerekeket olyan helyzetbe hozni, hogy ne legyen semmilyen hátrányuk az iskola kezdésnél, hiszen Magyarországon 3 éves kortól kötelező az óvoda, és ebben a pozícióban elsők vagyunk az Unióban, hiszen a gyerekek, mármint a 3 éves kor fölötti gyerekek 96%-a óvodába jár, és az óvodapedagógusaink pedig világhírűek, olyan módszerekkel játékosan, idézőjelben mondom, tanítanak, vagy ismereteket adnak át, amellyel a gyerekeket tisztességre, becsületre, kitartásra nevelik. Az óvoda idén a második pontja a fejlesztési programnak. Első lépésként a település főutcája vált kerékpáros baráttá, hamarosan pedig az orvosi rendelő felújítása kezdődik meg. A tervek szerint ősszel a Földvár bemutathatóságát segítő 100 millió forintos turisztikai projekt is elindul a kivitelezési szerződés aláírásával. Szeptember 15-éig kell megfizetniük az agrárkárenyhítési rendszer tagjainak a kárenyhítési hozzájárulást, és legkésőbb szeptember 30-áig van lehetőségük a termelőknek az idei aszálykár bejelentésére a még be nem takarított kultúrák esetében, hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Az Agrártárca keddi közleményében figyelmeztet, hogy a kárenyhítési hozzájárulás határideje a Magyar Államkincstár számlára történő beérkezésének a határideje, nem az összeg feladásának vagy a befizetés kezdeményezésének az időpontja. Amennyiben határidőig az államkincstár számlájára nem érkezik meg a 2019-re vonatkozó összeg, a károsult termelő nem részesülhet kárenyhítő juttatásban, függetlenül attól, hogy az egyéb támogatási feltételei esetleg teljesültek. Kitértek arra is, hogy a termelők az idei kárenyhítési évben eddig összesen 278 ezer hektár területre jelentettek be kárt. A legnagyobb területre 144 ezer hektárra aszálykárt, 37 ezer hektárra jégesőkárt, míg 31 ezer hektárra viharkárt. Felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a bíróság azt a gondatlan anyát, akinek a gyermeke még tavaly nyáron súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az anya a 2 éves gyermek fürdetéséhez vizet forralt, majd amikor nem figyelt oda, a gyermek bemászott a forró vízzel telt lavorba. A súlyos égési sérülések miatt életveszélyes állapotba került, mentőhelikopter szállított a kórházba. Az édesanya gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétsége miatt 1 év fogházbüntetést kapott, a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette a törvényszék. Kedd délelőtt tárgyalta a nyíregyházi törvényszék annak az édesanyának az ügyét, akinek a gyermeke még 2018. július 13-án délelőtt 11 óra körül súlyos égési sérüléseket szenvedett. A vádirat szerint a vádlott élettársával, 5 kiskorú gyermekével és édesanyjával élt együtt szegényes körülmények között, egy komfort nélküli családi házban. 2018. július 13-án délelőtt a legkisebb gyermeke fürdetéséhez vizet forralt a rezsón, és azt egy műanyag lavorban a szoba padlójára tette, annak ellenére, hogy tudta, a szomszéd szobában lévő 2 éves gyermekére senki nem felügyel. A gyermek anélkül, hogy az édesanyja észrevette volna, bement a szobába és beleült a forró vízzel telt lavorba. Olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett el, hogy életveszélyes állapotba került és mentőhelikopterrel kórházba szállították. Annak következtében, ami történt, a gyermeknek az alsó testrészén, combján, falkofáján másodfokú égési sérülés szenvedett el a testfelszín kb. 15%-án, és közvetett életveszélyes állapotba is került a gyermek, melyet a szakszerű orvosi ellátás hárított el. A gyermek sérülései égéssel kb. 4 hét alatt gyógyulta. A vádlott a tárgyaláson beismerő vallomást tett.
Lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, amelyet a bíróság elfogadott, ezért lehetőség nyílt ítélethozatalra már az első tárgyaláson. Láni a vádlott bűnös testi sértés vétségében, mely a büntető törvénykönyvünk 164 szakasz első bekezdésébe ütközik, de a 9. bekezdés C pontja szerint minősül. Ezért a bíróság 1 év fogház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítéli. Melánia vádlott a szabadságvesztésből a büntetés 2/3 részének, de legkevesebb 3 hónapnak a kitöltés után bocsátható feltétele szabadságra. A törvényszék a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggeszti. A vádlottnak 149 000 forint bűnögi költséget is ki kell fizetni. Az ítélet egyelőre nem jogerős. Az ügyészség 3 nap gondolkodási időt tartott fenn. A bíróság enyhítő körülményként említette, hogy a vádlott büntetlen előéletű, beismerte és bevallotta bűnösségét, rögtön orvoshoz vitte a gyermekét, illetve korlátozott a beszámítható képessége. A nyíregyházi rendőrkapitányság rongálás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást B. Sándor 27 éves fényeslétkei lakos ellen. A nyomozás adatai szerint a férfi szeptember 9-én 2 óra 45 perc körül egy nyíregyházi lakóház előtti parkolóban szándékosan felgyújtott egy segédmotoros kerékpárt, ami ennek következtében teljesen kiégett. A keletkezett tűzben 2 személygépkocsi is megrongálódott, melyek a motorkerékpár mellett parkoltak. A gyanúsított ezután gyalogosan tovább közlekedett és egy másik személygépkocsit, valamint 3 személytároló konténert is felgyújtott. A katasztrófa védelem munkatársai a keletkezett tüzet perceken belül eloltották, személyi sérülés nem történt. A keletkezett kár értéke meghaladja a 4 millió forintot. A rendőrök a bevezetett intézkedések eredményeként néhány percen belül a helyszín közelében elfogták a feltételezett tettest, akit a rendőrkapitányságra előállítottak és gyanúsítottként kihallgattak. A férfi beismerő vallomást tett, de magyarázatot nem tudott adni a tettére. A nyomozó hatóság a további eljárást a gyanúsított bűnügyi őrizetbe vétele mellett folytatja. Mintegy 1,2 milliárd forintból építenek új utakat Nyíregyházán, ennek részeként 465 méter hosszan épült ki a hiányzó útburkolat az aranykalás soron. A fejlesztés keretein belül útalapot építettek, színbe helyezték a meglévő aknafedlapokat, valamint szegélyeket és csapadékvízelvezetőt is építettek. Ezzel összesen már 26-ra nőtt az idén leaszfaltozott új utak száma Nyíregyházán. Nyíregyházán idén 289 kilométerre nőtt a szilárd burkolatú utak hossza, melyből az aranykalás sor hiányzó szakasza mintegy 465 métert tett ki. Korábban ezen a részen még földúton jártak a helyiek, azonban a lakosság összefogásának és az önkormányzatnak köszönhetően a családi házak előtti teljes szakasz szilárd útburkolatot kapott. Az aranykalás sor végén lakossági összefogással, de önkormányzati megvalósításban 465 méter útszakasz kapott földútból aszfaltot. Hát csak, hogy említsek ilyen számokat, 240 tonna aszfalt, a legmodernebb csapadékelvezetési rendszer épült ki ezen a 465 méteren, mert látszik, hogy mellettem elhúz egy autó, és milyen simán megy, 69 millió nettó forintba került ez a beruházás, ami így most egy hirtelen, egy irgalmatlan nagy számnak tűnik, de azért, ha megnézzük, hogy a tervezéstől a kivitelezésig mennyi részmunkálata van egy ilyen megvalósításnak. Csak hogy mondjam, az aknatetők színbehozása, és akkor ezek még csak apró dolgokról beszélek. Városszerte számos helyen zajlanak útfelújítások, járdaépítések és olyan új beruházások, melyek során földutak kapnak szilárd burkolatot, hangzott el az aranykalássori útszakasz ünnepélyes átadóján. Csak ebben az évben 23 földutat aszfaltozunk le, tavaly 16-ot, emellett felújítunk 26 utat, és 4 helyen járdaépítés is zajlik. Tavaly is 1 milliárd fölött, most 1 milliárd 200 millió forintot fordítottunk saját erőből ezekre a fejlesztésekre. Emellett természetesen pályázati forrásokból zajlik a nagy csomópontok építése, ebből már több elkészült, körforgalmakra gondolok, közlekedési csomópontokra, illetve a nagyforgalmú felújításra szoruló utak
korszerűsítése is folyamatban van. Az ünnepségen elhangzott, a városrészben további fejlesztések is várhatók, többek között járdákat, gyalogátkelőhelyet és földutak aszfaltozását is tervezik Sóstóhegyen. Teljes kerettel készül a Fátum Nyíregyháza, a Puerto Rico-i Victoria Pilar és a bolgár Ratislav Vasileva után hétfőn utolsóként a szlovák Barbora Koseková csatlakozott Hollósi László csapatához. A nyíregyháziak a hétvégén a csehországi Olomoucban lépnek pályára egy 8 csapatos nemzetközi tornán. Bár a nyíregyházi női röplabda csapat már augusztus elején elkezdte a felkészülést, Hollósi László vezetőedző csak hétfőtől dolgozhat teljes kerettel. Visszatért a válogatottól Tóth Fruzsina, már korábban csatlakozott a csapathoz a Puerto Rico-i Victoria Pilar és a bolgár Larista Vasiljeva, 12-ként pedig a szlovák válogatott csapatkapitánya, a feladó Barbora Koseková érkezett meg a Continental Arénába. Azáltal, hogy nem volt teljes még a keret, ugye kevesebb rendszergyakorlatot, illetve kevesebb taktikai hat-hat elleni gyakorlatot, csapatgyakorlatot tudtunk elvégezni. Úgyhogy nem is baj ez, mert én szeretek technikázni, úgyhogy nagyon sok technikai elemet gyakoroltunk, és amíg ezek nem állnak össze, addig felesleges is lett volna igazából komplexebben gondolkozni. De most már azért szeptember elején vagyunk, még durván egy olyan 5-6 hét van a bajnokság kezdetéig, úgyhogy most már össze kell rakni ezeket az elemeket. Úgyhogy pont időben érkeztek, és most már tényleg arra tudjuk fektetni a hangsúlyt, hogy a játékosok minél jobban összecsiszolódjanak, és általunk elképzelt taktikát minél jobban magukévá tegyék. A nyíregyháziak csütörtökön a csehországi Olomoucba utaznak, ahol egy 8 csapatos nemzetközi tornán lépnek majd pályára. Olomouc ugye tavaly a cseh bajnok volt, és megnyerték a Mevzaligát is, úgyhogy én mindenképp úgy gondolom, hogy egy nagyon erős tornára megyünk. Lengyel, cseh, illetve magyar csapatok részvételével 3 napos. Igazából nem az eredmény a legfontosabb, mert nyilván mindig úgy megyünk, hogy mindig a legtöbbet szeretnénk kihozni magunkból, de a legfontosabb tényleg az, hogy különböző állásokban, illetve különböző variációkban játszunk, és egy teljes képet kapjak minden játékosra, hiszen még ugye az új játékosokkal még az ismerkedési fázisba tartunk. Ez évben saját tornát nem rendez a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese egyetlen hazai felkészülési meccsét az MTK Budapest ellen játssza szeptember 21-én az újfehértói sportcsarnokban. 8 gólos vereséget szenvedett a Ferencváros otthonában a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 második fordulójában lejátszott mérkőzésen 30-22-re kapott ki Budapesten. A kisvárda szerdán Siófokon lép pályára. A nyitófordulóban Szombathely ellen aratott győzelmet követően az NB1 egyik élcsapatához utaztak a kisvárdai kézilabdázók. A Ferencváros otthonában az első félidőben abszolút érvényesült a papírforma, 20-13-as hazai vezetésnél vonulhattak pihenőre a játékosok. A második félidő már sokkal kiegyenlítettebb volt, a Fradi mindössze egy gólt tett hozzá előnyéhez, így végül 8 gólos kisvárdai vereséggel ért véget a találkozó. Azt gondolom, hogyha csak a száraz eredményt nézzük, akár a mérkőzés végét, akár a második fél időt, akkor elfogadható eredmény született. Azért aztán mi kell is tudni kell, hogy nálunk nagyon komoly változások voltak ugye a nyár folyamán, és egy építkezésben vagyunk, amely egy hosszabb folyamatot vesz igénybe. Én úgy gondolom, hogy sajnos az még normális, hogy vannak nagyon jó szakaszaink, és vannak gyengébb szakaszaink. Az a feladatunk, hogy ezeket a szakaszokat tudjuk egy kiegyenlítettebb szintre hozni, és az ingadozások a lehető legkevésbé jelentkezzenek, illetve a lehető legkisebb színvonalesést jelentsék a játékunkban. A kisvárda szerdán az EHF Kupa győztes nyáron alaposan megerősített Siófok otthonában lép pályára. A mérkőzése és egyértelmű esélyese a Siófok, ez nem kérdés, ezáltal nekünk teher és nyomás nélkül kell játszanunk. Én azt kértem és azt kérem a csapattól, hogy hozzuk a maximumot. Ha a maximumot ki tudjuk hozni magunkból, akkor bármilyen eredmény születik, nem lehetünk elégedetlenek. Nyilván mindenki minden esetben nyerni szeretne. Azt gondolom, hogy ez talán egy
nem túlozva egy óriási bravúr lenne, sőt, talán az év meglepetése lenne. A Siófok a nyitófordulóban 3 gólos vereséget szenvedett Győrben, majd 19 góllal legyőzte az Újon Szombathelyi együttest. A Kisvárda Siófok találkozó szerdán 18 órakor kezdődik. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több mint 300 millió forintból fejlesztette az előző tanévben a Nyíregyházi Tankerületi Központ a megyeszékhely több oktatási intézményét. A fenntartó kiemelt célja volt, hogy a tanulók 21. századi körülmények között töltsék a mindennapjaikat. Az infrastrukturális fejlesztések létrejötte mellett a diákok sport lehetőségei is nagyban bővültek. 60 millió forintból korszerűsítették a Szabolcsi Árpád fejedelem óvodát, ezt a terület és település fejlesztési operatív program forrása biztosította. Magyarországon a 3 éves kor fölötti gyermekek 96%-a jár óvodába. A kormány ezért nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kisebb településeken is biztosított legyen a korszerű óvodai ellátás. Felfüggesztett fogház büntetésre ítélte a bíróság azt a gondatlan anyát, akinek a gyermeke még tavaly nyáron súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az anya a 2 éves gyermek fürdetéséhez vizet forralt, majd amikor nem figyelt oda, a gyermek bemászott a forró vízzel telt lavorba. A súlyos égési sérülések miatt életveszélyes állapotba került, mentőhelikopter szállított a kórházba. Az édesanya gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétsége miatt 1 év fogházbüntetést kapott. A szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette a törvényszék. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 10-én, kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Kedd este gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak, majd éjszakára kiderül az ég, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 12 Celsius fok között alakul. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 28 fok között alakul. A folytatásban csak időnként zavarhatják felhők a napsütést, kisebb záporra is csak szombatig van némi esély az ország kisebbik hányadán, 1-1 fokkal gyengül a nappali felmelegedés.